Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus faddon, kötelező az utcákon mindenkinek szájmaszkot hordani. Újabb szájmaszkok szexárnak, már több mint 14 ezer áll a város raktárában. Tolna 109, további fejlesztésekre készül a megyei önkormányzat. Megújult a szülészet, 120 millió forintot költöttek a szexárdi intézményre. Kötelező maszkot hordani vagy más módon eltakarni az arcát mindenkinek, aki közterületen tartózkodik faddon, miután egy helyi férfinak pozitív lett a koronavírus tesztje. A szigorításról a település polgármestere döntött, a rendelet pedig már hatályba is lépett. Szájmaszkban nyírják a füvet a faddi faluház előtt, szájmaszkban járnak boltba az emberek, és maszkban is bicikliznek a településen. Mindegyünknek a érdeke, hogy vigyázzunk magunkra, másokra is. Az, hogy faddon szinte mindenki maszkot hord, nem véletlen. A település polgármestere helyi rendeletben írta elő, hogy vasárnaptól közterületen csak az arcot eltakarva lehet tartózkodni. A boltokban és a piacon pedig még kesztyűt is kell húzni. Az egyik helyi üzletvezetője azt mondja, azóta láthatóan megnőtt a maszkot hordók száma, de még mindig vannak, akik nem veszik komolyan a veszélyt. Még mindig nem 100%-osan, tehát sokan még mindig azt mondták, hogy felesleges. A polgármesteri rendelet megalkotására azért volt szükség, mert faddon az egyik ott lakó férfi koronavírus tesztje pozitív lett. Ő szexárdon van most bepont a kórházba, a család hatósági karanténban van, a házi orvos megkérte a tesztelésüket, ezt remélem, hogy a hétvégén akkor megtudjuk, hogy a család többi tagja fertőzötte vagy nem. A megbetegedett faddi férfi valószínűleg az édesanyjától vagy az édesapjától kapta el a koronavírust. A helyiektől úgy tudjuk, hogy a most megbetegedett férfi édesanyjánál és édesapjánál korábban Budapesten koronavírus diagnosztizáltak, és kórházban kezelték mindkét szülőt. A faluban most azt beszélik, hogy egyikőjük időközben már el is hunyt a betegségben. Faddon a szigorítások visszavonásig lesznek érvényben. A beteg helyi férfi pontos állapotáról egyelőre nem lehet többet tudni. Tolna megyében a legfrissebb keddi adatok szerint eddig összesen 16 embernél mutattak ki igazoltan koronavírus fertőzést. 400 darab szájmaszkot adományozott a szekszárdi önkormányzatnak egy helyi vállalkozó. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a maszkokat a szakképzésben résztvevő, vizsgázó diákoknak és a tanáraiknak adják majd. Szekszárdon az önkormányzat raktárában már több mint 14 ezer maszk található. I love Szekszárd. Lokálpatrióta feliratok és pozitív üzenetek kerültek arra a 400 darab szájmaszkra, amiket most ajánlott fel a szekszárdi önkormányzatnak egy helyi vállalkozó. A felajánló cége zászlókat gyárt, de március közepe óta átálltak a szájmaszkok készítésére. Hatalmas igény volt rá, ilyen nappal dolgoznunk kellett, hogy ki tudjuk elégíteni az igényeket. Most azt látjuk, hogy már nagyon sok helyen azért gyártanak maszkot, különböző településen, különböző cégek átálltak a maszkgyártásra. Maradt egy kis szabad kapacitásunk, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt most a város javára fordítanánk. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, a védőfelszereléseket szekszárdi diákoknak és a tanáraiknak adják. Szeretnénk a szakképzésben résztvevők számára, a vizsgáron résztvevők számára biztosítani ezeket a maszkokat, hiszen ők központilag tudjuk nem részesülnek ilyen juttatásban. Az érettségizőknek biztosítva van a védőfelszerelés, a szakképzésben résztvevőknek pedig a város fogja ezt biztosítani. A most érkezett maszkokkal együtt a városnak már több ezer darab védőfelszerelés áll a rendelkezésére. A 400 maszkon felül még raktárban jelenleg 14.500 maszkunk és 31.000 pár kesztyünk van, tehát folyamatosan készültünk a vészhelyzet elhárítására. Hogyha megnőne mennyiség, arra is fel vagyunk készülve, folyamatosan pótoljuk ezeket a készleteket. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jövő vonatkozásában is nyugodtak lehetnek a városlakók. Az elmúlt hetekben több vállalkozó is segítette a szekszárdi önkormányzatot a koronavírus elleni harcban. Volt cég, amelyik autót adott kölcsön, amivel a diákoknak és a nyugdíjasoknak tud a város ételt kiszállítani, más pedig üzemanyagot ajánlott fel. Itt a teherautósofőr okozott balesetet a hatos úton, Fattól nem messze, kedden délelőtt. Egy másik teherautónak hajtott neki. A balesetben egyik sofőr sem sérült meg. A helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.
Tolna 109 címmel új koncepció végrehajtásába kezd a megyei önkormányzat. A lényeg, hogy Tolna megye összes, számszerűen 109 települése még fokozottabb figyelmet kapjon. A járványhelyzet egyelőre hátráltatja a programot, miután az önkormányzat teljes állománnyal dolgozik ugyan, de otthonról végzik a munkát. Üres jelen pillanatban a Tolna megyei önkormányzat szekszárdi központi épülete. Az itt dolgozók megfogadták az ajánlásokat és otthon maradtak, a munka mégsem állt meg. Számos települési és megyei projekt, illetve fejlesztés folyamatban van, ezért teljes állományban dolgozik a hivatal is. Zajlik az élet és dolgozunk. Alapvető célunk, hogy ne veszítsenek a Tolna megyei emberek sokat ezzel a járvánnyal. Éppen ezért minden egyes olyan projektet, amely aktualitását éri el, azt megpróbáljuk végrehajtani közösen az önkormányzatokkal. Tolna 109 néven egy új koncepció is megfogalmazódott az önkormányzatnál. Úgy látják, hogy a 109 Tolna megyei település 60-65%-a aktívan részt vesz a megye közéletében, fejlesztésében. Most azt szeretnék elérni, hogy ez az arány közelítse a 100%-ot. Ez azért fontos, mert aki ebből kimarad, lehet, hogy a fejlesztési információkból is kimarad, és nem biztos, hogy odaérnek arra a határidőre, amire majd oda kell érni. Úgy tudjuk, hogy a kormányzat ismét szerepet kíván adni a megyéknek a következő időszakok fejlesztési elképzeléseiben. Nekünk készen kell arra állni, hogy X településen legyen meg az elképzelés, hogy oda óvodát szeretnének építeni, vagy az iskolát szeretnék bővíteni, vagy a település vízellátását, szennyvízellátását, vagy egyéb más jellegű közcéljait fogalmazzák meg, és hogyha sikerül, akkor azt gondolom, hogy mi felkészültünk arra, hogy Tolna megye tovább fejlődjön. Számos a megyei önkormányzat által tavaszra-nyárra tervezett rendezvény elmaradt a koronavírus miatt. A fiataloknak szóló értékvetélkedőt nem lehetett megtartani, és elmarad a júniusi Tolna megyei értékek napja is. A szeptember 1-i megyenap sorsa még kérdéses, az viszont biztos, hogy a kitüntető díjakat idén is odaítélik a megyéért tevékenykedő embereknek. Súlyosan érinti a kisebb településeket a gépjármű adó idei elvonása. Van, ahol tervezett fejlesztéseket kell átgondolni, máshol a rendezvények maradnak el. A kormány a koronavírus járvány elleni védekezéshez létrehozott alaphoz vonta el a településektől a 2020. évi gépjármű adó bevételeiket. Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre fogunk kötelezni másokat is. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter április 4-i bejelentése szerint a koronavírus járvány elleni védekezési alapban 663 milliárd forint áll rendelkezésre. Ehhez 4 területről csoportosított át a kormány pénzt. Ez az önkormányzatokat is érinti, a politikai pártok, a multik és a bankok mellett. Az önkormányzatoknak a gépjármű adó náluk maradt részét kell befizetni ebbe az alapba, vagyis a teljes ebből származó adóbevétel 40%-át. Tolnán emiatt több tervezett városfejlesztési beruházás nem indul el ebben az esztendőben. Az elvonás elsősorban utak, járdák korszerűsítését, újjáépítését érinti. Emellett valószínűleg a városban megszokott jelentősebb rendezvények megszervezésére sem jut majd forrás. 34 millió forint összegű elvonást jelent, ami nyilván magával hozza azt, hogy néhány beruházás nem tud megvalósulni a városban. Azért azt hozzáteszem, hogy ennek minimum a duplája lesz az iparűzési adó bevételnek a kiesése, ami nem állami elvonás, hanem egész egyszerűen azért történik, mert az adófizető vállalkozások nem tudnak teljesíteni. Minden elvont forint hiányozni fog, mondja Zomba polgármestere, de szerinte el kell fogadni egy ilyen rendkívüli helyzetben a kormány döntését, mivel Szűcs Sándor szerint az emberek egészsége fontosabb, mint a pénz. Azok az önkormányzatok, akik esetleg stabilak és nagy is még tartalékkal is rendelkeztek, azok lehet, hogy közvetlenül működésileg nem fogják megérezni, legfőjebb az éves fejlesztéseket, karbantartásokat, beruházásokat kell átgondoltan elvégezni, vagy egyszerűen elhagyni. Ehhez pedig át kell gondolni a költségvetést. Ennek érdekében már a következő fél évre vonatkozóan új költségvetést terveznek Zombán. Felülvizsgálták a költségvetést Aparhanton is, mondja a település vezetője. A helyi adókat, így a gépjármű adó nagy részét is
az intézményeikre költötték eddig. A gépjárműadó éves szinten 3 millió forintos kiesést jelent a költségvetésben a parhanton. Teljesen természetes, hogy a kormány döntését követően az önkormányzatnak is felül kellett vizsgálni a költségvetést. Szeretnénk mindent megtenni, hogy a költségeket minél jobban csökkentsük, de a költségvetésünket egyensúlyba tartsuk. Úgy szeretnénk ezt megvalósítani, hogy minden önkormányzati feladatot továbbra is magas színvonalon lássunk el, és hogy ez a racionalizálás ez ne járja munkahelyek megszüntetésével a jövőben. Országosan a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része idén 34 milliárd forint lesz. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az önkormányzatok ezzel járulnak hozzá a járvány elleni eredményes védekezéshez. Kötelezően biztosítaniuk kell az óvodai és bölcsődei ügyeletet április 30-ától az önkormányzatoknak azokon a településeken, ahol a koronavírus járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket. Az ügyeletet munkanapokon reggel 6 és délután 6 óra között kell biztosítani. Csoportonként legfeljebb 5 gyereket lehet elhelyezni, és az ügyeleti ellátásért nem lehet pénzt kérni. Kormányzati forrásból 120 millió forintból újult meg a szekszárdi Balassa János Kórház szülészete. Az átalakítás eredményeként minden kismama elkülönített szobában hozhatja világra gyermekét. A kórház vezetése azt mondja, a megújulással együtt új szemlélet is költözik a szülészet falai közé. Modern felszerelések, új ágyak és átalakított környezet várja a kismamákat a Balassa János Kórház szülészetén. Miközben folyik az új szülészeti blokk tervezése, a jelenlegi kórházi környezet megújítására nyert támogatást az intézmény. Kormányzati forrásból biztosított 120 millió forintos pályázatnak most végre sikerült elérni a végére, és sikerült birtokba venni, illetve a betegeknek használatra átadni a kórház szülészeti épületének, a szülészet nőgyászati épületének a felújított szülészeti szintjét. A 120 millió forint fele orvostechnikai eszközök vásárlására fordítódott, ezek jelentik majd az új szülészeti tömb eszközparkjának jelentős részét. A forrás másik fele pedig a környezet átalakítását, szépítését szolgálta. Komáromi Fülöp Zoltán, az újonnan kinevezett osztályvezető azt mondta, a megújulás nem csak a technikai fronton lesz érezhető. Célunk az, hogy a szülőszoba megújulásával egy új, modern szemléletet is valósítsunk meg a mindennapi betegellátásban, szülészeti betegellátásban. Az átalakítás után mostantól minden szülőnök külön helységben hozhatja életre gyermekét, mely az egészségügyi dolgozók és a kismamák közös régi vágya volt, tette hozzá az újonnan kinevezett osztályvezető. A kijárási korlátozás, a karantén, a home office, több szabadidő, valamint a stressz. Ezek a tényezők járulhattak hozzá ahhoz, hogy az emberek több alkoholt fogyasztanak a koronavírus járvány idején. A kisebb boltok vezetői is úgy tapasztalják, hogy megduplázódott a sörfogyasztás, sőt egyes üzletekben háromszor annyi sör fogy, mint a járvány előtt. Kedd délután 1 óra 25 fok. Az egyik szekszádi kisboltba több vásárló is érkezett, és jó néhány sör landolt a bevásárló kosarakban. Az üzletvezető azt mondja, ez nem meglepő. A koronavírus járvány idején jelentősen megugrott a sörfogyasztás az általa vezetett 5 tolnamegyei boltban. A szekszádi üzletben megduplázódott, a hajósi boltban pedig megháromszorozódott a sörfogyasztás, de szájderekből is több fogy, mint egyébként. Megyünk bele a nyárba, és ugye ilyenkor alapból is jobban szokott fogyni a sör, de most meglepően megugrott az eddig nem megszokottak alapján, és a minősége, tehát minőségi szeszek, azok viszont egy kicsit visszaestek. Báló Dávid úgy látja, a járvány gyökeresen átírta a vásárlási szokásokat. Tisztítószerekből és az olcsóbb alkoholtartalmú italokból több fogy, mint a koronavírus járvány előtti időkben. Viszont kisebb értékben vásárolnak a vevők, és a forgalom is elsősorban délután és este erős. A délelőtti forgalmunk az nagyon-nagyon visszaesett, viszont a délutáni nagyon-nagyon megerősödött, ami ugye azt jelenti, hogy a vásárlói szokások is megváltoztak, mert tehát ideig, aki délelőtt jött, az most délután jön, és nem ugyanazt vásárolják, nem tudom, hogy miért, nem ugyanazt vásárolják az emberek, amit mindeddig vásároltak. Most a járvány ideje alatt valahogy ez felfordult.
A karantén és a kijárási korlátozás idején növekvő alkoholfogyasztás egyébként az ELTE kutatóit is megihlette. Az Egyetem Klinikai Pszichológia és Addiktológia tanszékének munkatársai kifejlesztettek egy applikációt, amiben egy naptárban vezethetjük, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk, mennyit költöttünk, és célokat is állíthatunk fel az alkoholfogyasztásunkat illetően. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. A települések között elsőként Kozár Mislenyben szűrnek koronavírusra, már van egy pozitív teszteredmény. A kijárási korlátozás alatt népszerű a távmeghallgatási rendszer, egy hónap alatt 41 alkalommal használták Pécsen. Zenével mond hálát, az egészségügyi dolgozókért szakszofonozik a balatonboglári fiú. Magyarországon elsőként Kozár Mislenyben végeznek gyors tesztet az új koronavírusra a lakosság körében. Az április 25-26-ai hétvégén már teltházzal zajlott a szűrés. Mint azt a polgármestertől megtudtuk, önkéntes és önköltséges alapon jelentkezhetnek a helyiek, a szakemberek pedig naponta 80-90 főt tudnak megvizsgálni. Bíró Károly elmondta, már az első napon mutatott pozitív eredményt az egyik teszt. Az érintettet hatósági tesztelésnek vetik alá, és karanténba kerül. Rendben van a teszt, jó? Negatív eredményt mutatott ez a gyors teszt az új koronavírusra Kozár Mislenyben. Magyarországon először ebben a baranyai városban végzik a lakosság szűrését. A tesztelést az állami tiszti orvosi szolgálat is engedélyezte. A műveletet szakorvosok végezték, akik úgynevezett szerológiai tesztet használtak. Kétféle antitestet nézünk, a gyors hatásút, az IgM-et, és a későbbi hatásút, az IgG-t. Attól függ, hogy ki mikor találkozott vele, az az antitest fog megjelenni a tesztán. Mi azt tapasztaljuk, hogy a teszt az igen hatékony, és a mai nap folyamán is bebizonyosodott már, hogy érdemes ezt a tesztet csinálni. Ugyanis már az első napon mutatott pozitív eredményt az egyik teszt, tudtuk meg a település polgármesterétől. A jó hír ebben az, hogy alapvetően nem Kozár Mislenyben él életet vitelszerűen, de itteni lakcímmel rendelkezik az illető, úgyhogy már intézkedtünk a házi orvos felé, és a hatóságok felé, karanténba kerül az illető, és a család az értesítve lesz. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Én már nagyon elégedett vagyok ezzel. A Kozár Mislenyiek érdekében megtaláljuk azokat a gócpontokat, amik veszélyesek lehetnek. A gyors tesztekkel naponta 80-90 főt tudnak leszűrni. Az április 25-26-ai hétvégén minden hely be is telt. A szűrést május végéig hétvégente végzik a szakemberek a Kozár Mislenyi sportcsarnokban. Azok, akik részt szeretnének venni egy ilyen alkalmon, telefonon jelentkezhetnek és kérhetnek időpontot. A művelet önkéntes és önköltséges alapon működik. Bíró Károly kiemelte, fontos, hogy aki már átesett a fertőzésen és tünetmentes, jelentkezzen plazmadonornak, hiszen akár életeket is menthet. Népszerű és hatékonyan használható az országos távmeghallgatási rendszer. A 2019-ben kifejlesztett rendszer lehetővé teszi, hogy kamerák és mikrofonok segítségével akár több száz kilométeres távolságból is lefolytassanak egy-egy tárgyalást a bírók. Míg a tavalyi évben összesen közel 6500 alkalommal tartottak távmeghallgatást, addig idén csak márciusban több mint 1000 ügyet tárgyaltak ilyen módon országszerte. Ezek a felvételek még néhány hónapja készültek a pécsi ítélőtáblán. A koronavírus járvány miatt azonban napjainkban már nem tartanak ilyen hagyományos tárgyalásokat a bíróságokon. Még a 2019-es év végén elindult Magyarországon egy országos szintű távmeghallgatási rendszer. Ezt az elmúlt hetekben egyre több bíróságon használják. Mint megtudtuk, a kijárási korlátozások kihirdetése óta több mint 1000 esetben vették igénybe a rendszert országszerte. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tárgyalótermekben két nagyméretű monitor, a bírói pulpituson egy kisebb monitor, három darab kamera és 10-12 mikrofon került kiépítésre, illetőleg van egy úgynevezett dokumentumkamera is. A rendszeren keresztül lehetőség nyílik gyakorlatilag minden ügyszakban a távmeghallgatásra. Ezt leggyakrabban a büntető ügyekben veszik igénybe a bírók, de például számos polgári jogi és szabálysértési eljárásban is használják. A pécsi törvényszéken, illetve annak illetékessége alá tartozó járásbíróságokon 41 távmeghallgatást tartottak csak az elmúlt egy hónapban. Minden vasárnap az egészségügyi dolgozókért szakszofonozik a 14 éves balatonboglári fiú. A közösségi médiának köszönhetően pedig a muzsika hangja nem csak a helyiekhez, hanem a fővárosba is eljutott. A fiatal tehetség zenéjét az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dolgozói is szívesen hallgatják.
Szombat délelőtt már gőzerővel készült vasárnap esti produkciójára Nagy Marci. A fiatal szaxofonos fiú ezúttal Ross Stewart Sailing című világslágerével tiszteleg majd az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes munkája előtt. Én is csatlakoztam ez a kezdeményezéshez, melyben vasárnap 8 órakor kiállnak a hétköznapi emberek világszerte és tapsolnak vagy zenélnek az egészségügyi dolgozóknak. És anyukám is mesélte, hogy az ő munkatársai milyen áldozatos munkát végeznek ezzel, hogy bemennek oda a frontvonalra és segítenek a fertőzötteknek. És gondoltam ezzel a zenéléssel már picit tudok nekik segíteni a pihenésben. A 14 éves fiú immár 6. vasárnapja zenél teraszukról, muzsikáját pedig a környéken élők is szívesen hallgatják, sokan saját ablakukból, míg mások az utcán élvezik a produkciót. Nagyon tetszik, és lefoglal, mert a szörnyű magány. Marci már egy kisebb rajongótáborral is rendelkezik, a közösségi médiának köszönhetően muzsikája eljutott a fővárosig. Egy nehéz nap után az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet frontvonalban dolgozó szakembereinek is lelki feltöltődést nyújt a muzsika. Ez nagyon-nagyon biztató, kedves, bennünk is nagyon jó érzelmeket megszólaltató események, amikor ilyenekkel találkozunk, akár a tapssal, akár egy zenéléssel, akár csak egy egyszerű üzenettel, ezek mindig nagy megerősítések abban, hogy nem csak úgy belülről van értelme a munkánknak, hanem azt látjuk, hogy most ez a munka, amit egyébként megcsinálunk, az most kijutott valahogy ilyen szomorú esemény kapcsán, de kijutott a társadalom elé. Az intenzív osztályon koronavírusos betegeket ellátó dr. Bóka Péter gyógytornász azt mondja, szinte minden pillanatban érzik a magyar társadalom megbecsülését és háláját, ez pedig hatalmas erőt ad a további munkához. Sásdon véradással kezdték a hetet azok az önkéntesek, akik így akarnak segíteni embertársaikon a járványveszély idején is. A helyi közösségi házba várták az embereket a Vöröskereszt és a vérellátó szolgálat munkatársai. Előzetesen 25 véradóra számítottak a rendszeresen megjelenők névsora alapján, végül 30-an vettek részt az önkéntes eseményen. Sorban állnak az emberek a sásdi közösségi ház előtt hétfő délelőtt. Véradásra érkeztek. A koronavírus járvány miatt csak lázmérés után engedik be őket. Bent szájmaszkban kézfertőtlenítővel fogadják a donorokat. Volt, aki először vett részt ilyen eseményen. Igen, ez az első véradásom. Hát már gondolkoztam régebben is, de most úgy döntöttem, hogy eljövök. Akadtak olyan önkéntesek is, akik rendszeresen visszajárnak. 54-szeres véradó vagyok már. Bennem ez mindig motivált, hogy adjak vért, mert sokszor hallottam felhívást, hogy vérre van szüksége a kórházaknak. És végül is ez. És ezért állandósult bennem, hogy jövök. Rendszeresen szerveznek véradást a Magyar Vöröskereszt munkatársai Sásdon. A vért az Országos Vérellátó Szolgálat pécsi munkatársai veszik le. Minden véradó 56 naponta tud ismételten vért adni, ezért mi helybe a véradó lakcíme szerinti településeken, ott, ahol legalább 2 óra alatt 20 véradót tudunk biztosítani az Országos Vérellátó Szolgálat részére, véradásokat szervezünk. És mivel ugye tavalyi évben volt Sásdon utoljára véradás, ezért most múlt héten telefonon megkerestük a sásdi lakcímmel rendelkező véradóinkat. Legalább 25 véradóra számítottak, de végül 30 donor jött el, hogy így segítse embertársait a gyógyulásban. Udvaros Renáta elmondta, hiába van járványhelyzet, kell a vér a kórházaknak. Ilyenkor is végeznek halaszthatatlan műtéteket, amikhez biztosítani kell a készítményeket. Ezért szervezik meg a veszélyhelyzet alatt is a véradási napjaikat. És végül nézzük Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Koronavírus faddon, kötelező az utcákon mindenkinek szájmaszkot hordani. Újabb szájmaszkok Szekszárdnak, már több mint 14 ezer áll a város raktárában. Tolna 109, további fejlesztésekre készül a megyei önkormányzat. Megújult a szülészet, 120 millió forintot költöttek a szekszárdi intézményre.
Szerdán sok lesz a felhő, kevesebb napos időszakkal lehet számolni. Elszórtan kialakulhatnak záporok, sőt hevesebb felhőszakadással, apró jéggel kísért zivatarok is. Éjjel is sok marad a felhő, de csak kevés, jelentéktelen eső fordulhat elő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!